Nem lehet átugrani, mert tüskeből ki van. Hág egészen nyugodtan... Összeszedtem a könyvet. Igen, igen, itt lenne a szellőzőnél. Nyújtod a nyakadt is, hogy merre lehet. Igen, én is. Mert hogy itt esetleg gondoltam még, hogy szemből, de hogy még csak esélyem sincs. Mert nem ad beugró pontot. Mert arra gondoltam, hogy itt esetleg ezen az ablakon, de ez az ablak meg zárva is van, szóval nem ide kell menni. Oké, hol az utolsó ház? Nem, az csak tükröződés. De hogy szomorodjak, meg hármat látok, tehát hogy így... De hogy nincs hova fölülre, ez a vége. Ennél nincs feljebb. Igen, mert az benn volt, itt benn volt a safe-be. Plusz ki kellett venni a dugajt, igen. Hát nem kéne vele valamit kezdeni, de miért? Szerinted a dugaj elárulja, hol van az utolsó ház? Nem, az valószínűleg csak azért kellett, hogy áramtalanítsam a ventit, hogy be tudjak menni. Ja, ha kiveszem meg, beteszem, az jó lesz, igen. A simán elképzelhető. Megnézzük még egyszer innen ettől a gyökértől, hát ha. Mert itt van egy, ami átvisz oda, de ott már voltunk. Voltunk itt szemben, voltunk ott is. Az meg egy lift, ami fölfelé visz. Nem lehetünk annyira nagyon messze. Melyik könyvek vannak meg? Az inventory. Ott a Momo. Doki. Clementine. Ja, a Momo az 1, Clementina 4, meg a 3, a Doki, igen, a 2-es hiányzik, yes. Van valamiféle questek? Aha, igen, nem questek, abszolút. Teljesen story alapú. Egy jegyzetfüzetet kell még megtalálni. Amit egyelőre még csak ötletem sincs, hogy tehát, hogy egyszerűen nincs ötletem. Tehát, hogy végigjártunk mindent. Lefelé azt mondta a robot, nem mehetünk. Mert semmi értelme, csak az időnket vesztegetjük. Szia, Reni! Voltunk az összes látható lakásban, nem látunk több jelet, amerre kéne menni. Jump 500 time, hát ez nagyszerű. Menj vissza a szellőzős lakásba. Jó! Ott hagytad ki a szobában, de nem, mert ott a safe-ben volt és fölvettem. Vagy az nem az? Benny, hello, hello! Ja, lehet, hogy azt jelenti a két jel, hogy ott kettő van? Na, erre nem gondoltam. Hát persze, hogy VIP lettél, Reni, hát ne viccelj, hát ez... OJ izé fan vagy. Oké, itt vagyok a háziba. Macska felborította a dobozt, érted, és kitakarta saját magának.
Nem takartam ki? Jó. Maska milyen cuki? Állatira. Mármint maskányira. Iszunk egy kicsit. Tetsza. Lehet nyávogni a B-vel. Én neked is kedvet támadt játszani vele. Ja. Ez ilyen tök cuki, bár ez az utolsó puzzle, ez most kinyírt. Na, bakker. Oké. Okay. Hol a... Ja! Várja már. Ja, itt oldalt kellett kimenni. Vágj ezt. Így. És valahol föl lehetett... Ja, itt át kellett menni. Yes. Tetsza! Akkor most vissza Momóhoz. Oké. Okay. Tetsza. Itt vagyunk és nyávogunk az ablakba. Jenny ez a játék. Na Momó, figyelj! Depidet kicsit oldanám. Félre, Depi, legyél happy. Most adjam neki oda mind az ötöt, vagy négyet? De hogy ugye nem nekem kell megjavítani az adóövőt, mert hogy még mindig nincs szembeforduló hüvelykújjam. Oké, rendben. Igen, ez Robi Roboter, nem tudom, voilà, működik, remek. Gyere velem, megyek én veled, azon nem újjon. Jó, várjál, Bástya. Hát attól függ, melyik épületet, mert... Tételezzük fel, hogy látom. De hogy vigyek el egy akkora bazi dobozt? Azon nem újjon, öcsém. Még egy kicsit megkaparom a szőnyegedet, ha nem bánod. Jó. Very easy. Na de érted, ez egy fizikai dolog. Azon a narancssárga épület? Azon nagy, még mielőtt bármi tele van antennával, csak azért gondolom. Arra gondolt az úriember, hogy oda kell vinni? Jó. Hogy? Menjünk bizéval, vödörlifttel. Jó leszen. Ugye? Én is azt mondtam, hogy kicsit ilyen kiberpunkos utóérzése van. Háztetők. Na ne kurfel játék. Really? Ott vannak a gonoszok, vörösen világítanak a szemei, azért gonoszok. Hát 9 élete van, de abból egyet már elcsűrtünk, mert hogy egyszer már mondjuk, hogy esett nagyot. Nyomd a B-t az ellenség elcsalásához. Ezek jönnek a Mia ura? Hey! Fos!
És ez miért jó, ha elcsalom őket? Tehát, hogy miért nem csak kerüljük ki őket szimplán? Hagyjatok! Mocskos zörkök! Ha, mi van, most legyen nagy a pofátok, nem tudtok följönni, mi? Jó, abu, baj lesz. Aha, oda megyünk még mindig. Aha. Aha, hopp! Fuss, cica, fuss! Fuss, cica! Atya ég. Remélem lesz valami sotim, amivel le tudom majd őket lődözni. Vagy valami ilyesmi. Ja, látom. Oké. Okay. Meg lehet emlékezni valamiről. Mondjad, Robi! Na, tehát itt van a megoldás. Az elnyomók ellen ki kell rakni a szivárványszínlámpákat. És az elnyomók nem tudnak ellene semmit tenni. Mert a szivárvány az... tönkreteszi az elnyomókat. Így sok minden világossá válik a kormány politikájával kapcsolatban. Mármint egy kormány, nem tudom melyik, valamelyik. Oké. Okay. Ja, világít az anyád. Feltételezem, ezt valahova tolni kell. Aha, gyanús, hogy ide. Így nem lehet ám, csak hogyha belebújsz. Ez a... Toli húzi... Mit csinálsz? Ah. Semmi baj. Van egy ugrásod, érted? Mert különben izé... Mert különben visszafordul. Jó, hol van az a tögletes pusztulatos... Aha, oké, épület. Jaj, a lendület. Jaj. Meg ne borulj, macska, mert megzavarodok. Kerítés, cica! Cica kell nekünk a sörös rekesz, biztos? Hú, mennyi zörk! Így zörkögnek. Oké, figyelj, hopp! Hopp! Fuss, cica, fuss! Cica! Cica, csinálj magaddal valamit! Nem jó! Nem jó! Nem! Nem jó! Nem jó! Ups. Cáca! Megették a cácát. Van valami gombigomb. Azt megnézzük. Gyertek! Gyertek! Azt a kurva! Ebbi majdnem baj lett! Á, hordó, látom! Ne megír, az teljesen úgy néz ki, mint egy headcrab a Half-Life 2-ből. Na tudod, ez ilyen... Azt nem tudom, öcsém, de ezek nagyon szét akarják csűrni a kerítést. Hello, Gil! Na. Ez valami szövet, vagy ilyen gettó?
Hú, ez gettónak tűnik. Fúj, és mozog meg, pulzál, fúj. Gigabolhák? Hogy feltapadnak a rács, hogy... Borzasztó. Aha, oda megyünk, jó. Fú, itt valami van. Ott el kell csűrni egy pallót, azt látom. Aranyos headcrab? Nem ismerek aranyos headcrabet. Te cica, kezdj magaddal valamit. Nagyszerű. Hát te macska, te zseni vagy. Kedvenc macskám vagy. Új. Azok ugye nem... Nem ilyen dolgok. Oh no! Jó, útvonalat kell tervezni, mert ez nem olyan egyszerű. Jól lenne tudni, merre megyünk amúgy, és akkor úgy egyszerű lenne útvonalat tervezni. Valószínűleg itt ki és ott el arra? Következő lehetőség, mert igen. A következő ez menjen a headcrabek mellett balra. Nincs valami granyó, amit el lehet dobni, vagy a Robi esetleg nem tudja őket elcsalni, vagy... hát, lámpa. Sok segítség vagy. Így. Futás! Hagyjál! Hagyjál! Futás! Jaj! Jaj! Hű, ez nem jó! Futás! Futás! Ó, a macska hogy felszpónolt ide? Oké, keresem. Aha, itt lehet, hogy megint ez a zsilip megoldás lesz a dolog. Mert onnan, ha azt megnyomom, innen föl tudok közvetlenül a rúdra. Nem, akkor... Hova tudok elmenekülni előlük? Aha. Aha. Jó. Jó, azt még ez nem látom, miért lesz jó, de majd látom a hordót, de majd mindjárt kiderül. Na jó. Gyertek, mocskos patkányok, vagy mik vagytok ti. Én mentem, robot, csáod, meg magad. Jaj, jönnek! Csuk be, csuk be, csuk be, csuk be! Csuk már be! Csuk már be! Adjál, 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 adjál! De visszajött egy! Ne, cica, mit csinálsz? Cica, ne le! Föl! Na Isten, áldjon meg, macska! Hol van a gyökér? Hova lett? Hát megvan. Nem lehet karmaimat belecsűrni, vagy valami, vagy nem tudom, valamit csinálni vele? Hogy ért vissza ilyen gyorsan? Hol a többi? Hol a többi? Jaj, látom. Itt topzódnak alattam? Jó, hova kell tolni a hordót és miért? Valószínűleg ki kell tolni, hogy fölérjem, aha, látom a rudat, hogy arra rá tudjak ugrani, hogy arra rá tudjak ugrani, hogy arra rá tudjak ugrani. Minden világos. Jó.
Akkor ezt gyorsan kinyitjuk, azt elfutunk a retekbe, azt amikor Robi kinyitotta, akkor beleugrunk a hordóba, azt kiteperünk rajta. Ez a cél. Ez a terv. Futás! Háj, cicatok el gyorsabban! Te is harát nyomom. Fröccs. Kétszáz IQ, hagyjad már. Lapút. Rákötöttem az úti lapút. Jaj, ne! Nem akarom ezeket. Bye! Ne! Hagyjatok! Hagyjatok! Fuss, cica! Ide már nem jöttök föl. Helyes. Oké. Okay. Nem akarod ezeket? Ne kelljen belépnem egy audiószobába, oszd ki magadnak egyet, jó? Itt van egy kar. Lehozza a liftet. Minden világos. Oh no! Az baj! Hát az baj! Hagyjatok! Hagyjatok! Fuss, cica, fuss! Cica! 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 Úristen, ne! Cica! Jaj, jaj, gyere már, lift! Nem érek rá itt egész nap! Ha, lift! Lift! Ne! Cica! Cica! Kedves cicám vagy! Jaj! Cica! Cica! Úristen, megölnek! Ne! Ne! Mit kell csinálni? Hogy jutok be? Hogy jutok be? Ne, cica, ne! Szia, Zati! Hogy jutok be a bokkurva liftbe? Gyereknek is tetszik? Örülök, akkor megpróbálom visszafogni a káromkodást, bocsánat. Azt mondja, fuss, cica! Egyen meg! Tetejére nem lehet felugrani, mint a Dishonored-ben? Minek a tetejére? Jó. Még nincsenek itt, ugye? Mert itt minden tüskés. Ennek nincs teteje, amire fel tudnék ugrani. Erre nem tudok felugrani. Itt megint nincs mire felugrani. Nem, én úgy érzem, hogy a játék az kimondottan szivat azzal, hogy élt túl. A kockákra fel tudsz. De ezekre a kockákra hiába ugrok föl, banyek, mert ezekre a kockákon simán leszednek. Ez nem magasság. Ez sajnos ez nem magasság. Itt megint nem tudok. Lenne egy power panel a lifttel szemben? Hát ez van, ez a kar, de ezzel húzom le, vagy... Futkos körbe-körbe. Hát ezt csináltam, de utána hogy jutok be a liftbe? Tiszta gettó minden. Na jó, van, én megpróbálom újra, de ebből megint visítás lesz. Bételt ki őket, aha. Jó. Ki mondta, hogy a liftbe kell? Hát gondolom, hogy a liftbe kell. Mert a tetejére kell fölmenni, hogy az adótornyot felszereljem. Ez nekem, nem tudom, egyértelmű. Hagyjál! Futok! Há, hagyjál! Tetején van egy bazi nagy luk. Értem! Ne! Hagyjál! Hagyj, te jó ég! Hagyjál! Segítségbe akarnak ölni! Jaj Istenem! Jaj Istenem! Hagyjatok! Nem! Nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Jaj, hogy a dobozról! Értem! Ah! Mi
köcsögök! Többet neveztek macska húst! Várj, ezek jönnek velem, ez nem jó! Nem jó! Nem jó! Leesnek, jó. Várja, már itt van Suicide merénylők, ugranak rám. De a kockáról, Nati, igen, rájöttem én is a végén. Hál' Istennek. Jaj, neked macska húst emlegetni. Miért? Éhes vagy, Gil? És milyen cukin csilingelt, hogy... Hát erre nem megyünk ki. Meg van zavarodva az ajtó. Ha, tényleg nem megyek, nehogy a szid. Igen. Hova az anyámba kell felszerelni ezt a jeladót? Jó, mindegy. Aha! Választ ki a használatotát. Szerinted mit akarok ide tenni, a kottalapot? Öcsém, nem az A-hoz X. Miért az X? Nagy tónak idegrángása, olyan kicsit ilyen... Nem tudja, mi van. Húha. Fénysebességgel kapcsolódnak fel a lámpák, így puh. Puh. Mert a fény így terjed. Oké, tanulj csak. További kellemes estét. Szia, köszi, hogy benéztél. Hág, nagyjából tudsz nekem mondani egy időt, hogy mennyi van még hátra belőle, hogyha itt most lezárom a streamet, lesz még egy streamnyi. Hát szép meg szép, azt nem mondom. Óvóhelynek szánták. Mielől? Lesz még egy, jó. Csillagok látszanak, valójában csak a város lezáró hermetikus mennyezet jelölő lámpák. Oké. Okay. 6 óra kb. A game, tettél bele eddig 2-t, ez nem igaz. Jaj, bocsánat, megint kitakarom a... Ja, nem tudom mozgatni. Külvilág katasztrofális volt, teljesen kopár, élhetetlen és veszélyes. Jó. Cica. Onnan jöttem, azt kell jelenteni, hogy újra biztonságos. Hát, szortos. Igen. Megyünk a külvilág, kinyomom a várost, de azt hoztam, hogy kinyomom a várost. Na, mi csinálsz? Jó. Mindig nem értem, az emlékek miért érnek vissza a másoknak. Oké. Okay. Biztosan tudom, hogy ez a rendeltetésem, ki kell nyitnom a várost. Oké. Okay. Menjünk vissza, keresek meg Momót. Most, hogy csatlakoztatok az adóba őt, képesek a lenneség is, jó. De hogy menjek vissza a izékon keresztül? Nem, van. Van egy teljes vödörlift oda le? Miért hozzá jöttünk fölfelé? Értem, hogy egy irányú, de hogy tudtuk volna... Izé, nem? Mindegy. Ez egy másik momó. Ez egy depressziós robot momó. Tetsza. Jaj, nyalogassad, egyen meg, cica. A labda, ami bele van spónolva a szőnyegbe. Tetsza! Moska. Nagyon jó. Hol a rákban van momó? Nézd egy üzenet. Na, nem mondod. Mit mondasz? Kivilág ezt elolvastad, azt jelenti még ész. Kiváló, hát? Hallottan nehéz olvasni kicsit. Elvittem némi felszerelést a bárhoz. De érted már, robot? Alig jött ki a depresszióból, már iszik. Használod venni az antennájukat. Gyere és találkozz ott velem, jó. Bezártam az ablakot, de a kód a kinyitáshoz elég könnyű. Ez a kód a kinyitáshoz. Szerintetek, ha legközelebb látom momót, akkor becsűröm egy ilyen... Tudjátok, van ez a fogaskerekes aprítógép, amiben csak így beledobsz bármit. Tévét, motort, kis autót, érted? Bármit, nem tudom én... Bányász dömpert. És így ezek a aprító fogaskerekek, tök mindegy, mi az, megeszik 2 másodperc alatt. Na, egy olyanba fogom belekúrni momót szerintem.
De csak miután megitattam vele egy üveg sósavat, nem tudom. Nagybetű érzékeny. Na most tényleg ezt a rohadt kódot be kell üssem, mert akkor biztos, hogy sírra fakadok. Azt mondja, a kód elég könnyű. Erre ide kúr egy akkora izét, mint a ide lacháza. Problem? Tényleg ezután? Még egy ilyen nagy problém? OCR, ja. Nem itt volt az ablak, amin ki lehetett menni? De. Akkor, what? Ja, ezt az ablakot csukta be. Ezt a kódot kell be... Melyik világba... Melyik világba védi ezt a csúdfasz ablakot egy ilyen security system? De most könyörgöm. És ez dedikált, mert ott megy föl a kábel, és ott van a fusebox meg minden. Az ajtót nem védi semmi. Érted? Az rajta van egy ilyen Johnny lakat, amit így odamész egy erővágóval, és így plak! Ennyit csinálsz neki. De az ablakötöcsém egy ekkora kóddal kell védeni. Na jó. Igen, be lehet törni egy kővel. De védeni kell egy 77 karakteres alfanumerikus kóddal. Hogyne. Na jó, ezt itt lehet menteni, vagy ment automatán, innen folytatja? Question mark, hág? Mert akkor szerintem innen folytatjuk. Mert, ja, 2 óra 13, Dumával együtt. Ja, 9 óra közeledik, kilép, ez kezdi előről. No. Automata, jó. Automatán kezdheted az elejéről. Közgír, nagy segítség vagy. Jó, srácok, szerintem én itt ezt most itt becsukom ezt a macskulást.